Ez a Hírek Plusz, a Szolnok Televízió reggeli híradása december 13-án hétfőn. Köszöntöm nézőinket! Tiszajenőn tartott tájékoztatót a Kötivízig, a közép-tiszai hullámtér rendezésről, mely a települést is érinti. Nyári gát épül, és ez garantálja majd az ott élők árvízi biztonságát. Az árvízvédelem továbbra is kiemelten fontos térségünkben, így Tiszajenőn is, mondta a település polgármestere, aki megköszönte a helyiek türelmét. Akinek kára keletkezett, bátran keresse az önkormányzatot, folytatta a polgármester, hangsúlyozva, a település hálás lehet, amiért egy ilyen nagy és fontos beruházásnak részese lehet. Már bezárjuk és átadjuk. Én köszönöm szépen a helyi gazdáknak, ugye kétszer nekifutottunk, hogy ugye most már átvegyük ezt a gátat kezelésbe. A harmadiknál az lett, hogy egy meglevő gátfenntartó és természetvédő egyesülethöz, amit Vezsenyen van, hogy oda csatlakozzunk. Én nagyon-nagyon örülök, ugye a 30 tagos jelen pillanatban az egyesület, amiből 21 tag tiszajenei. Úgyhogy én köszönöm szépen a gazdáknak. Én úgy tudom, hogy amiről szó van, ugye a nyári gát, hogy mennyi földet véd meg. A nyári gát most ugye 8,5 méteres magasan meg fogja védeni ezeket a földeket. És én ugye kigyűjtöttük, 30 valamennyi tulajdonos van. Én azt mondom, hogy nagyon szép szám, hogy 21-en csatlakoztunk ehhez az egyesülethez. Mit is jelent ez? Hát ugye karban kell tartani, hogy ne legyen az, hogy úgy elvadul, ahogy ez elvadult. Hogy le kell egy évbe kétszer kaszálni, a tetejét gléderezni, hogy ugye a traktorok, amit tönkretesznek. Azoknak a lakosoknak szeretném megköszönni a türelmüket, akik érintettek voltak, mert ugye azon az úton ez egy nagy volumenű építkezés volt. Rengeteg teherautó hordta a földet, betont, úgyhogy sokszor poroltak ezek az autók, sokszor ugye a sártaposták. Én köszönöm szépen a türelmüket, de most már eljött az az idő, hogy ennek vége, és akkor örülünk ennek a nagy létesítménynek. Én most is azt kérem, hogy akiknek, mert ugye kaptunk bejelentéseket, hogy kára keletkezett. Ugye sajnos elengedhetetlen, hogy ezek a nagy terjedelmű autók ott mentek, jöttek, hogy sajnos van olyan ház, ami megrepett, illetve károsult. Természetesen forduljanak a önkormányzathoz, vagy én adok telefonszámot, hogy hova lehet fordulni. Akiknek idáig jelentkeztek, és megadtam a telefonszámot, egy sem jelentkezett vissza, hogy ott nem fogadták, vagy bármi problémájuk van, tehát úgy gondolom, hogy ez rendben van. Szerencsém volt, hogy a megyeházán tartottak egy vízügyi konferenciát, amin én részt vettem. Igazából ott Szalai Ferenc, Szolnok megyei jogú polgármestere, dr. Berko Attila, a kormány megbízottunk, Lovas Attila igazgató úr, dr. Váradi József, aki a OFF tudományos tanácsának az elnöke, Láng István főigazgató úr, Országos Vízügyi Főigazgatóság, illetve Fazekas Helga, a szakágazati vezető, akiknek az előadását meghallgattam, én nem is tudtam, nem is gondoltam, hogy ez egy ilyen nagy volumenű dolog. Én ott szembesültem vele, és úgy gondolom, hogy ott, amit hallottam, hogy milyen felkészült szaggárda és személyzet, illetve munkatársak vannak, akik dolgoznak, és én úgy gondolom, hogy mink a továbbiakban is számíthatunk rá. Úgyhogy köszönöm szépen a vízügynek. Meg szeretném köszönni én is azt a együttműködést, amit tapasztaltunk.
végül is a vízügyi igazgatóság mindig együttműködött mind a két település lakosaival, önkormányzatával minden nagyobb árvíz esetén. Ez így lesz a jövőben is. Az úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy az árvíz levonulás szempontjából az az érdekünk, hogy a hullámtér az művelt legyen. És igazándiból az a Nyárigát társulat, ami megalakult, és utána a Nyárigátat műveli, a Nyárigátnak is műveltnek kell lennie. Én úgy gondolom, hogy ez rendszeresen megtörténik, azért arról hasznosítható széna fog lekerülni, aminek úgy gondolom egy ilyen településen lesz helye, hogy föl fogják tudni használni. A részleteket én úgy gondolom, hogy bármikor jöhetnek hozzánk, és állunk elébe az egyeztetésre. A kivitelezőnek a egész projektet a jövő év közepén, nyár végére kell lezárnia, hogyha valami hiányosság fölmerül, amit őnekik ki kell egészíteniük, meg kell javítaniuk, jobban kell csinálni, mint amilyen most volt, abban a kivitelező is partner, mi pedig beruházóként szintén partnerek leszünk, tehát én úgy és kérem is, hogy akkor, amikor a Nyárigát végleges átvétele megtörténik, azt a társulat képviselőjével együtt fogjuk megtenni, és a kivitelező biztos vagyok benne, hogyha valami hiányosság marad föl, azt ki fogja javítani. A műtárgyakat, azokat, ami múltkor elhangzott, a táblák belekerültek, elzáró táblák, tehát az rendben van. Tudjuk, hogy még a küszöbökön nem mindenhol épült meg teljesen rá a földmű, de a föld az ott van a közelben, tehát hogyha szükség lenne rá, akkor legfeljebb villámgyorsan fogja befejezni a kivitelező a munkát, de hogyha nem kell villámgyorsan csinálni, mint ahogy védekezés esetén mindig kell, akkor a kedvező időjárás kivárására úgy gondolom, hogy van lehetőség. De hogyha kapkodni kell, akkor kapkodni is képesek vagyunk, és a kivitelező is tud. Az állat- és környezetvédelem jegyében írtak alá együttműködési megállapodást a Zöld Civil Szervezetek és az NHS. Az évek óta együtt dolgozó szervezetek célja, hogy megőrizzék Szolnok tisztaságát és tegyenek a környezetért. Csütörtöktől ezt már hivatalos együttműködés keretein belül is megtehetik. Az NHS évek óta vállal feladatokat a környezet és az állatvédelem területén is. Ebben a munkában a zöld civil szervezetekkel eddig is segítették egymást. A jövőben azonban hivatalosan aláírt együttműködés keretein belül dolgoznak közösen a környezetbarát Szolnokért. A környezetvédelmet, a zöld gondolatot tágabban értelmezzük. Itt gond nélkül megjelennek azok a csoportok, akik az illegális hulladékot szedik, aki a fákat ülteti, babafacsoport, a 10 millió facsoport, vagy adott esetben az állatvédelemben járnak az élen, a menhely, a Cimre Józsék kutyaiskolája, vagy adott esetben a Magyar Madártani Egyesületnek a Szolnoki csoportjával is most már nagyon jó a kapcsolatunk. De itt van Tomi mellettünk, akik nagyon sokat kritizált horgászok is, de azt tudni kell róluk, hogy évek óta rendszeresen élen járnak az illegális hulladéknak a összeszedésébe is, tehát most is nagyon szépen köszönjük. Ez a fajta együttműködés, megállapodás a részünkről egy komoly feladatvállalás, ami a következő évekre, évtizedekre úgy gondolom a társaságnak az életét ilyen ügyben, civil ügyekben meghatározóvá teszi, a másik oldalon meg az egyesületek, civil szervezeteknek meg egyfajta biztosíték, hogy a munkájukat az NHS csoport továbbra is támogatja. A civil szervezetek szívesen csatlakoztak a megállapodáshoz. Köztük vannak állatvédelemmel, illegális hulladék felszámolásával, vagy épp faültetéssel, sporttal foglalkozó csoportok is. A babafa azért jött létre, hogy a megszületett gyermekeknek ültessünk minél több fát. Ez úgy történik meg, hogy a szülő egyéni felelősségvállásképpen kéri a faültetés, és közösségi faültetéseket szervezünk, hogy mindenki érezze azt, hogy neki is kell tenni azért, hogy minél zöldebb legyen a környezetünk. Ugye ez csak egy picike része azért, hogy a környezetünk jobb legyen. Ezért én nagyon elhivatott vagyok a madarakkal kapcsolatos segítésben. Én a Madártani Egyesülettel már ugye együttműködünk tavasz óta.
helyeztünk ki fecskefészkeket, több intézménybe, óvodákba ajánlottam fel, valamint a kampusznak a környezetét tettünk oda denevérodukat, madárodukat, csináltunk mélegelőket. A mai napon aláírásra kerül együttműködési megállapodásnak pedig azért gondolom, látom nagy jelentőségét, hogy elindítsa azt a fajta társadalmi szemléletváltást, ami kihathat mind az illegális hulladék lerakásra, mind az állat, mind a növény védelemre, és ebben bízom, hogy ezt mind hatékonyabban fogjuk tudni végezni közösen, együtt mindenkivel. Mi aktív élvező is vagyunk a tiszta környezetnek, mindahányan itt vagyunk. Az egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy egy olyan környezetbe futhassunk, ami tiszta és élhető, és ezért megteszünk sok mindent. Az NHS támogatásával több olyan akciót is lebonyolítottunk, amiben gyűjtöttünk szemetet, és azt gondolom, hogy ezt továbbra is fogjuk folytatni. Hosszú évek óta szélmalomharcot vívunk azzal, hogy az illegális szemét elhelyezéseket valahogy megakadályozzuk, illetve ennek megelőzzük ennek a további felbukkanását. Azt tudom mondani, hogy a maga a horgásztársadalom az sokkal-sokkal tudatosabb, mint ami szemét oda kerül. Tehát alapvetően ezek nem horgászszemetek, amiket mi már sokszor platószámra szedünk össze, hanem olyan civilizációs szemetek, aminél döbbenet a számunkra, hogy milyen mennyiségben és milyen összetételbe kerülnek a vízpartra. A világ legfontosabb kérdéseinek egyike a környezetvédelem, mondta a polgármester. Nem lesznek ilyen együttműködések, nem lesz ilyen közös gondolkodás, és nem lesz egyébként a jövő tekintetében együttműködés az ügyben, hogy a gyerekeinket hogyan neveljük föl, akkor nem lesz változás. És azt gondolom, egy ilyen együttműködésnek az eleje az kell, hogy legyen, hogy a gyerekek fejében, ahol egyébként is rend van, de legyen nagyon-nagyon erről az, hogy a környezetünk és a természetünk a legfontosabb az életünk során, hiszen hogyha ezt tönkretesszük, akkor nem lesz miben élnünk. A városnak több 10 millió forintjába kerül az illegális hulladéklerakók felszámolása, a megrongált tárgyak, eszközök rendbetétele megjavítása. Az újrahasznosításra is ismét rá kell vezetni az embereket, folytatta a politikus. Az együttműködési megállapodást aláírták, de a résztvevők hangsúlyozták, bárki csatlakozhat hozzájuk, aki szeretne tenni a zöld környezetért. Kedves nézőink, Önök a Hírek Pluszt, a Szolnok Televízió hétfő reggeli hírműsorát látták. A nap legfrissebb híreivel 19 órakor az Aktuálisban várjuk majd Önöket. Viszontlátásra!